Sziasztok! Kispál utca vagyok, és ebben a videóban a nemrég megjelent újdonságainkat szeretném nektek bemutatni. Most a nails premieren, az őszi rendezvényünkön megjelent egy újdonságkatalógus, amelyben összefoglaltuk nektek, hogy milyen új színekkel, termékekkel, anyagokkal készültünk, azért, hogy a munkátokat könnyebbé tegyük, valamint mik azok az új árnyalatok, amiket az őszre és a télre ajánlunk nektek. Ti is beszerezhetitek könnyen ezt a katalógust, hogyha gondoljátok, lapozzátok velem. Az első oldalon rögtön megtaláljátok az új színes építőzselénket, a Color Builder zselét. Ugye ebből a zseléből már néhány szín megjelent a tavaszi újdonságok között, most viszont egy fekete színnel is készültünk. Miért különleges? Mert színes anyag és egyben építőzselé, tehát bármire tudjátok használni. Teli körmöt is építhettek, francia körmöt is készíthettek belőle. Nagyon sok oldal a felhasználása, ha még új nektek, tanfolyamon el tudjátok sajátítani a megfelelő technikát hozzá. A katalógusban, rögtön itt az első oldalon meg is mutatnám, több helyen találhattok ilyen QR kódot, ez egy újdonság, és ezzel azt szeretnénk nektek megkönnyíteni, hogy a webáruházban, illetve a honlapon megtaláljátok az anyaghoz kapcsolódó szükséges információkat. Bármilyen okostelefonra le tudtok tölteni ilyen QR kód olvasó alkalmazást, és hogyha ezzel lefotózzátok, beszkennelitek ezt a kódot, rögtön a webáruházba juttok, illetve a brillbird.hu felületén olyan oldalra, ahol technikai videóban mutatjuk be, hogy az adott anyagot hogyan lehet használni. Szintén újdonságnak szeretném bemutatni az új Nude Builder gel-lacot, ami egyben egy gel-lac, de egy olyan anyag, amivel egy erősítést is tudunk készíteni a körömre. Tulajdonképpen hasonló tulajdonságában, mint az eddig gel-lacok és mint a mani gel, kapott egy ilyen szép, nude, természetes, körömlemez színű árnyalatot, ezáltal meg tudtok spórolni több lépést is, hiszen egy lépéssel, vagy hát két réteg fölkenésével tudtok nude színű körömerősítést készíteni. Szeretném nektek megmutatni új brush and go zseléinket. Ezek a színes fixálásmentes anyagok ugye nagyon nagy népszerűségnek örvendenek a körmösök között, hiszen nagyon meggyorsítja a munkát, és anyagtakarékos is velük dolgozni. Ugye látjátok, hogy milyen sok új színben jelent meg. Egyetlen egy réteget elég belőlük fölkenni, és ugye szárazra kötnek ezek az anyagok. Ugyanúgy tudjátok francia végfestésére használni, mint teljes felületi szín átkenésére, sőt, akár díszítéseket is tudtok velük készíteni. Az új színekből minden évben készülünk nektek készletekkel is, ez idén sem történt másképp. A brush and go zselékből megint a négy legszebb árnyalatot összeválasztottuk nektek, és így egy csomagban tudjátok megvenni. Az idei év egyik kedvenc készlete a brush and go zselékből a Scarlet Passion válogatás, melyben a brush and go 75, 78, 81 és 82-es színeket kapjátok meg. Azért szoktam ajánlani a készleteket mindenkinek, mert így még kedvezőbb ára juthattok hozzá, és 20% kedvezményt kaptok a készlet árára. Tovább haladunk a katalógusban, akkor elérkezünk a díszítő zseléinkhez. Nagyon-nagyon szerettétek tavasszal a megjelent új designer zseléket. Ugye ezekről tudjuk, hogy nagyon erősen pigmentált, fixálásmentes díszítő zselé. Ugye először egy fekete-fehér aranyezüst és bronz színkészlettel indult ez az új termékcsalád. Tavasszal piros, sárga és kék árnyalatokkal bővült, és idén, ősszel, azért, hogy még szebb színeket tudjatok alkotni, élénk neon színű árnyalatokkal bővítettük a palettát. Tudjátok jól, talán már hallottátok oktatáson, hogy ezek a színek egymással tökéletesen keverhetők, így tulajdonképpen csak a fantáziátok szab határt annak, hogy milyen árnyalatokat készítetek elő. Fontos tudni, hogy azért, mert ezek neon színek, nem kell tőlük megijedni, ugyanúgy télen is használhatjátok őket, hiszen a keverésnél sokkal élénkebb színeket tudtok megcsinálni, mint a korábban megjelent alapszínekből. Úgyhogy nyugodtan, hogyha egy szép élénk zöldet szeretnétek, akkor a korábbi kékbe belekeveritek mondjuk az új neonságát, és nagyon szép, vibráló, élettel teli színeket kaphattok. Ezek az új designer zselék. A díszítő zseléből nem csak a designereket használjuk előszeretettel, hanem a 3D forming zselét, amivel ugye egy zselé segítségével porcelán hatású 3D mintákat tudunk ugye elkészíteni. Nem mindenki szeret a porcelánnal dolgozni, nem bírja a likvid szagát, esetleg problémát okoz neki, hogy az anyag folyamatosan levegőre köt. Azoknak, akik szeretnének inkább zselével dolgozni, tökéletes választás a 3D forming zselé, amiből az eddigi színeket
Most további négy új színnel bővítettük ki, ugye egy narancssárgával, egy pirossal, egy halványlilával és egy sötét lilával. Gyönyörű felületi díszítéseket tudtok készíteni, virágot, csipkehatást, amit csak szeretnétek. Újdonságunk még, amivel nem találkozhattatok eddig, novemberben érkezik hozzánk, a glamour zselé család. Gyönyörűen csillogó, elképesztően egyedi, apró csillánszemcsék találhatóak benne. A használatáról annyit kell tudni, hogy nagyon vékony rétegben kell fölkenni, akár kettő rétegben is. És itt tökéletesen át fog kötni. Gyönyörű szikrázó tényleg, tehát hogy semmihez nem tudom hasonlítani, teljes újdonság, ilyet biztos, hogy nem találtok a piacon még senkinél. A nyár slágere volt az úgynevezett Magic Night Top fény, ami egy sötétben világító, fixálásmentes fedőfény. Ez bármikor rákentétek ugye a vendégnek a körmére, nappal feltöltődött fénye, este pedig órákon el, sőt, igazából egész éjszaka világított. Nyáron nagyon szerettük, hiszen akkor éjszaka ugye mindenki ment bulizni és várt minket a parti hangulat, télen pedig elég hamar sötétedik és ezzel fel tudjuk dobni a szürke téli hétköznapokat is. Nagyon szeretitek használni a hipnotik gel&lac családunkat, természetesen ebből is rengeteg új színnel készültünk. A hipnotik gel&lacokat azért szeretjük, mert nagyon-nagyon jó az állaguk, nagyon jól fednek, vékony részekben is, és nagyon könnyen leoldható. Nagyon sokféle új árnyalat készült idén, világosabbak, rózsaszínesebbek, illetve a klasszikus téli sötétes barnásabb árnyalatok is megtalálhatók, és készültünk nektek egy szikrázóan csillogó pirossal is, ami hát soha nem lehet elég piros gél-lakunk, én azt gondolom a vendégek is előszeretettel hordják, mert egy klasszikus dolog. Ezzel az új 87-es hipnotikkal biztos, hogy el fogjátok tudni a vendégeiteket is bűvölni. Mint ahogy a brassengó zseléből, úgy ebből a hipnotik gél-lakokból is készítettünk nektek egy szettet. 4 darab 4 ml-es színt választottunk össze. Ez a készlet tartalmaz egy rózsaszínt, egy sötétebb bordós árnyalatot, egy csillogó kéket és egy csillogó rózsaszín. Biztos vagyok benne, hogy a vendégek szeretni fogják, ugye ilyenkor télen nagyon vágynak a csillogó árnyalatokra, mint hogy a korábbi készleteket, ezt is árelőnnyel tudjátok megvásárolni. Nagyon szeretünk a szalonmunka során brassengó gél-lakokkal dolgozni, hiszen nagyon gyors velük a munka. Ugye a brassengó gél-lakok fixálásmentes anyagok szárazra kötnek, és nem igényelnek alaprétegek. Tehát tulajdonképpen kettő lépést is elhagyhatunk, és így a munkaidő jelentősen lecsökken. Sokkal több vendéget tudtok ezzel a technikával adott idő alatt elvállalni, és ugyanúgy tartósak, mint a másik többi kettő gél-lak technikánk. A brassengó gél-lakokból idén főleg őszi színeket válogattunk nektek össze, de készült egy GO79-es árnyalat, ami egy kellemes rózsaszín, ami nyugodtan az őszi-téli időszakban is hordható. Természetesen a brassengó gél-lakokból sem maradhat ki a készlet. Ebben a készletben 3 színt találhattok, a 79-est, a 80-ast és a 81-est. A 79-es ez a szép rózsaszín, a 81 ilyen sötét, bordós, lilás árnyalat, és végül a 81-es, ami egy nagyon szép élénk, élettel teli piros. Tovább haladunk a katalógusban, akkor láthatjátok még ezt a C79-es árnyalatot. Ez is egy piros árnyalat, hiszen, mint mondtam, abból soha nem lehet elég. Ez egy élénk, kicsit neonosnak mondható piros. Nyáron imádtátok, hiszen ugye ezt már nyáron meg tudtátok vásárolni az üzletben. Itt az ideje szerintem, hogy a téli szürke estéket is feldobjuk egy kis élénkpirossal. Ami még teljesen újdonság, és biztos vagyok benne, hogy sokatokat meg fog fogni, mint a szalonban dolgozók közül, mint pedig a vendégek közül, ezek az effekt gél-lakjaink, ez a flakes effekt, amely 3 színben jelent meg, egy kékes-zöldes, egy kékes-lilás és egy rózsa-arany árnyalatban, gyönyörűen csillog, és felkeverés, felrázás után ugyanúgy használható, mint bármelyik többi gél-lak. Akár felületre is kenhetitek az egész körömre, de akár egy kis díszítésként is csak így bele csenhetitek így az elkészített alapszínbe, ahogy gondoljátok, nagyon sokféleképpen használható. A gél-lakokat szeretjük mindig fellobni, hogy egyre több vendég kéri a gél-lakos technikát. A macska szemből, ugye a cat eye gél-lakból már korábban jó néhány színnel készültünk nektek, ezeket nagyon szeretitek használni, de volt egy hiány, ez az ezüst színű, úgyhogy télen nagyon menők lesznek ezek a szürkés, fémes, metálos árnyalatok. Biztos vagyok benne, ez a cat eye silver árnyalata nagyon népszerű lesz a vendégeitek körében is.
A krómporokat imádjuk, nem lehet elég szín belőle, elég árnyalat, bármilyen alapszíne fölkenheted, mindig más és más hatást érsz el, ez pedig már csak mekkorázni fogja az unikornis por, amire már nagyon régóta vártunk. Ugye ez egy ilyen szivárvány, minden színében csillogó különleges krómpor, alkalmazása ugyanúgy működik, mint az eddigiekben. Novembertől érkezni fog egy gyönyörű Russian Gold, tehát ilyen rózsarany árnyalatú krómpor is. Ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert gyönyörű fénye van, az ünnepekre biztos, hogy sok vendég fogja tőletek kérni. A Magic porokat eddig is nagyon szerettétek, ugye eddig a 6, 7, 8, 9, ez volt a kedvenc, tavasszal megjelent a 10-es, és végül itt a 11-es is, ami egy apró szemcsei rózsaszín díszítő por. Használhatjátok a cukorka effekthez, de ugyanúgy bedörzsölhetitek a felületbe, mint korábban a sellő technikánál, ahogy csak gondoljátok. A nailarts-ot szintén nagyon sok oldalon tudjátok felhasználni, lehet a gel&lac tetejébe rakni, beépíteni a körömbe, a francia véget díszíteni, amit csak szeretnétek. Ugye a korábbi színeket megint tovább bővítettük, kijött most egy ezüst, egy arany, egy holó, tehát egy ilyen minden színű, van egy lilás árnyalat, illetve egy türkizes lilás mix, használjátok őket is szerintem. Teljesen új termékcsalád a BrillBird-nél, az Effect fólia. A korábbi Vivid jégfóliákat átdolgozva, ez egy teljesen új díszítő család, amit szintén bele tudtok tenni zselébe, gél-lacba, ahogy nektek szimpatikusabb. Ezek az új Effect fóliák, nagyon apró szemcséjű fóliák, így bele tudjátok helyezni bármilyen felületbe. Nagyon menő díszítési technika mostanában a nyomdalemezekkel készített díszítés, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt is kibővítjük nektek. Elérhető mostantól egy ezüst és egy rózsarany árnyalatú nyomdalak, illetve két új nyomdalemezzel is készültünk nektek, ami kifejezetten a téli, illetve karácsonyi szezonhoz készült. Az egyes számú lemez már megvásárolhatjátok, a kettes számú lemez pedig novemberben lesz elérhető. Szintén nagyon jó megkoronázása lehet az ünnepi díszítéseknek az új metál matrica, ami egy sima vizes technikájú matrica, és ugye fényes felületű díszítéseket kaptok végeredménynek. Én próbáltam, nekem ez az egyik kedvenc újdonságom, nagyon könnyű vele díszíteni, és nagyon-nagyon látványos a végeredmény. Már nagyon sokan használjátok egy jó ideje a nailart glue-ért, amivel mindenféle felületi díszítést tudtok egészen stabilan oda rögzíteni, legyen szó kövekről, szórógyöngyről, bármiről, ami a felületből így kiáll és kiemelkedik. Biztos, hogy hetekig benne fog maradni a díszítés, és a vendégek is boldogan térnek vissza hozzátok 3-4 hét után teljesen épp díszítéssel a körmükön. Hát bizonyára mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor a vendégek követ kérnek ugye a körmükbe, apró követ, nagy követ, és ugye perceken keresztül próbáljuk felszedni a díszítőtűvel, a narancsfapálcával ezeket az apró köveket, és kicsúszik, felborul, stb. Erre lett új megoldás a strass felszedő ceruza, amivel könnyedén csak megérintitek a kövek tetejét, és tulajdonképpen rögtön át tudjátok vinni a körömnek a felületére. Nagyon egyszerű és nagyon gyors megoldás, ajánlom mindenkinek. Nyáron megjelent az ombre ecsetünk, amelyel elkészíthetitek a tökéletes színátmeneteket, mind gél-lacból, mind zseléből. Ez egy speciálisan vágott szőrű ecset, ami ezt a technikát a lehető legpontosabban fogja nektek kivitelezni. Az ombre ecset használatáról készült technikai videó is, amit megtaláltok a honlapunkon, de legegyszerűbben úgy jutok oda, hogyha a katalógusban található QR kódot beolvassátok. Elmegyünk egy díszítő tanfolyamra, mert szeretnék új mintákat tanulni, és persze az első negyed óra azzal telik, hogy reszelgetjük a tippeinket, alapréteget húzunk. Na ezzel az új nude tippel, ami most kijött, a nude nailart tippel, ezt a problémát elfelejthetitek, hiszen alapjáraton meg van formázva, és körömet hosszabbító színe van, így utána rögtön kezdhetitek a díszítésnek a kidolgozását. A BrillBird sablon minden oktatáson elmondom, hogy elfogultság nélkül a legjobb a piacon, de ezt is lehet még tovább fejleszteni, ez megtörtént. További segédvonalakkal szereltük fel ezt az új sablont, minden más régi benne, az anyaga, a formája, tehát minden megmaradt olyan tökéletesen, plusz vonalakkal jelöltük az oldalsó bemetszésnek a helyét, ezzel még gyorsabban fel fogjátok tudni tenni vendégeitek kezére a sablont. Ezt az új sablont is novembertől tudjátok beszerezni. Szintén novemberben jelenik meg egy különleges keverőpalettánk, amelyben zselék, akrilfestéket vagy bármit tudtok keverni, és az a legjobb benne, hogy becsukhatjátok a tetejét, és magatokkal tudjátok vinni bárhova. Úgyhogy ezt már nagyon várjuk, novembertől érkezik. A paletta belsejében mágnessel vannak rögzítve a kis régek, amiket megvásárolhattak akár utántöltőként is, így hogyha már nincsen kedvetek kitakarítani vagy kitörölni a régi zselét, nyugodtan ellophatjátok és vásárolhattok bele újakat. Megjelent egy új lámpánk, ami egy asztali lámpa, 3 fokozatú fénye van,
Ezen kívül összehajtogatható és könnyen szállítható, valamint feltöltés után akár tápegység nélkül is tud világítani. Ez nagyon praktikus, Majoros Ágival már Londonban ezt a lámpát használtuk, tehát aki sokat dolgozik, sokat viszi magával a lámpát, vagy esetleg fél attól, hogy esetleg egy áramszünet megnehezíti a munkáját, nagyon tudom ajánlani, mert jó fénye van, kevés helyet foglal, és az, hogy tulajdonképpen áramforrás nélkül is működik, ez egy nagyon hasznos tulajdonság. Nagyon sokat használjuk most már a ledes technikát, mert nagyon meggyorsítja a munkánkat. Ugye erre fejlesztettük ki nektek az új Dynamic lámpát, ami egy csakis LED fénnyel működő rendszer. Az anyagainkat sokkal gyorsabban köti, kis helyet foglal az asztalon, és ezt is nagyon könnyű magunkkal vinni, akár tanfolyamra, akár a másik szalomba, ahol dolgozunk. És hogyha esetleg ezt a sok mindent bevásároljátok magatoknak, akkor ezt el is kell vinni valahogyan haza. Erre ajánlom nektek a megújult BrillBird design táskákat, amik hatalmasak, rengeteg BrillBird terméket tudnak elnyelni. Ezen kívül nagyon szép és igényes a megjelenésük, úgyhogy ajánlom nektek nem csak a körmös cuccok szállításához, hanem minden cuccot elnyel, úgyhogy lehet menni bevásárolni, lehet menni vinni edzős cuccot, amit csak tetszik. Lassan itt az év vége, és átlépünk a 2018-as évbe. Azt gondolom, hogy egy körmös nem tud erre elég hamar felkészülni, már mostantól beszerezhetitek a BrillBird-ös határidőnaplókat 2018-ra, és lehet írni a jövő évi vendégeket, tehát ez nem lesz akadály. Munkánk során számtalan anyaggal dolgozunk, ami kifolyhatnak, ránk ömölhetnek, hogy a por lepheti el ugye a ruhánkat. Erre nagyon jó megoldás, hogyha kötényben dolgoztok, aminek ugye most megújult anyaga van, a BrillBird-nél megújult színe, ugye egy kis zsebekkel rendelkezik, és megóvja a ruhátokat attól, hogy bármiféle szennyeződés kerüljön rá a munkátok során. Szálmentes törlőből is újakkal készültünk nektek, például az egyik, az Extra Nail Wipes, ami a korábban megszokott Nail Wipes minőséget hozza, tehát egy nagyon jó használatos szálmentes törlő, csak egy szinte ugyanakkor a dobozba sokkal többet tettünk bele nektek, 360 darabot, így sokkal több ideig elég lesz a szalonban. Nyáron szavazást indítottunk arról, hogy milyen színekben szeretnétek gumikesztyűt megvásárolni nálunk, milyen színekben használnátok előszeretettel. Kívánságotoknak eleget tettünk, így megjelent zöld és lila árnyalatokban a gumikesztyű. Nagyon jó minőségű, tartós, ajánljuk a szalonmunkához, pedikűrhöz, bármilyen munkafolyamathoz. A BrillBird körmösök közösséget alkotnak, ezt mindenki tudja. Jelezte is az autódon ezekkel a vadi új matricákkal, és mindenki láthatja már az úton is, hogy te bizony büszke BrillBird körmös vagy. Thank you.